A Kőszegi Jurisics gimnázium kórusa a népzenei dallamok mellett Leonard Cohen jól ismert alkotásával is készült az Éneklő Ifjúság hangversenyre. A több mint 300 általános és középiskolai diák mellett az elmúlt évtizedek zenetanárai közül is érkeztek a Bartók terembe, köztük Békefi Zsuzsa, aki az Éneklő Ifjúság egyik életre hívója Vas megyében. Nagyon érdekel, hogy hol tart az Éneklő Ifjúság. Sajnos a heti egy óra biztos, hogy meglátszik a műsorválasztáson is, sajnos, mert egyszerűbb művekkel kénytelenek készülni a kollégák. Parcel latin nyelvű egyházi zene és népdalok, valamint hagyományos dallamok is helyet kaptak a repertoárban. Minden évben több sor telik meg, és ebben az évben nincs üres sor a Bartók teremben, és azt hiszem, hogy ez a legnagyobb öröm, a legnagyobb díj, amit egy énekzene tanár megélhet az életében. Az idei évben részvételi rekordot döntött az Éneklő Ifjúság. A kőszegi, jáki, felsőcsatári, jánosházi és szombathelyi fiatalok megtöltötték a Bartók termet.